Mindenkit. És nagy szeretettel köszöntöm Szolnoki Csanya Zsolt, költő, festőművészt. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy elhívtál beszélgetni. Arra gondoltam, hogy a beszélgetés elején csak egy pár percbe picit fussuk át az életedet, és utána majd rátérünk a lényegre. A Romokat építek című kötetre, és ennek az anyagára. Szolnoki Csanya Zsolt 1961-ben született, 62, már is ejtettem egy hibát. Wikipédián majd írd át, komolyan. Javíts ki, hogyha rossz infóim vannak. Karcagon születtél. Hogy te Miskolcon születtél, igen, és Karcagon jártál iskolába. Ott nőttél fel, és a 90-es években költöztél Budapestre. 2001-ben jelent meg első köteted, Napló kísérlet címmel. 2010-ben jelent meg a Napi neki című köteted. 99-ben részt vett a Tájé művésztelepen, és ott kezdtél el a grafikával és festészettel foglalkozni, ha jól tudom. Nagyon utálok mikrofonba beszélni, annyira idegen, hogy szörnyű. Az is, hogy itt ülök egyébként ezen a dobogón, hogy mi ez. Szóval csak grafikákkal kezdtem el foglalkozni. Ja, először is köszöntök mindenkit szeretettel, és köszönöm, hogy eljöttek. Azoknak is köszönöm, akik nem tudtak eljönni, csak gondoltak rám. És köszönöm neked, hogy elvállaltad ezt a szerepet. Szóval visszatérve, hogy 90-valahányban a Tájai művésztelepen kezdtem el valóban grafikákkal foglalkozni unalmamban, mert ott mindenki festett. Tehát képzőművészek voltak ott. Az egy nagyszerű művésztelep. Ott kár, hogy akkor még eszembe se volt, hogy én festhetnék, vagy ilyesmi. Tehát sok absztrakt művész volt, ez egy nemzetközi tábor volt. Akkor fogok egy papírt, és akkor én is csinálok ilyet, absztrakt. És akkor így kezdtem el filccel rajzokat csinálni, és volt ott egy idős mester, akinek mutattam, hogy én mit csináltam. Kérdezi tőlem, te mióta csinálod ezt? Nem ez az első. Azt mondja, akkor ez túl jó. Mekkorákban csináltad ezeket a grafikákat? Milyen méretűek voltak? A4-es. A4-esben. És ezután még utána rögtön folytattad a grafikát és a festészetet, vagy csak, maradt ki? Csak grafika volt. Általában A4-es lapokra. De én rájöttem arra, hogy ez egy öngyógyító folyamat is, mert elég depresszív alkat vagyok. És fogunk róla beszélni majd. És azt vettem észre, hogyha rajzolok, ez teljesen kikapcsol. És én abban az időben költőnek vallottam magam, úgyhogy teljesen szabadon csináltam a dolgot, mert azt gondoltam, hogy nekem nem kell az, hogy ezek jó grafikák legyenek, csak így csinálom. Tehát gyakorlatilag ez már a gesztus festészethez hasonlított, mert húztam egy vonalat, arra válaszolt egy másik. Ugyanaz a technika volt, mint ahogy a verseket írtam, hogy van egy költői kép, és arra válaszol egy másik költői kép. És ilyen szabad asszociációkra épül az egész. És mikor kezdtél el a grafikából átlépni a festészet technikájába, és ezekbe a méretekbe? Én a színektől féltem mindig, és csak fekete-fehéreket csináltam. Nem is gondoltam azt, hogy bár most itt visszamegyek egy kicsit oda, hogy olyan 17 éves koromban nagyon szerettem volna festő lenni, de arra gondoltam, hogy nekem nagyon ügyetlen a kezem ehhez, hogy én tudnék festeni, úgyhogy ezt soha nem is kezdtem el.
És milyen kapcsolatod volt ez alatt az idő alatt a képzőművész kollégákkal? Hogy is konzultáltál velük, vagy volt, részt vettél ezekben a diskurzusokban? Nem. Teljesen egy ilyen zárványként csináltad magadnak? Zárványként csináltam ezekre az A3-as ritkábban, akkor bátortalanabból A4-es lapra is csináltam ilyen fekete-fehér filceket, míg nem, egyszer kaptam egy feltérést, mert volt egy ilyen pályázat valamilyen iskolában, hogy minden hónapban ki kell állítani valami roma művésznek, és akkor ha majdnem parancsot kaptam, hogy most csináljak színeseket, mert kiesett az egyik művész, és akkor kötelező, hogy legyenek színes képek. Hát én meg síkideg voltam, ráadásul akkoriban nagyon sokat dolgoztam, szóval volt, amikor 3 napot lenyomtam egyhuzamban. Már nem művészet, hanem a pénzkeresés. És elkezdtem színes képeket csinálni, és akkor vettem észre, hogy nem is rossz, hogy színes. Milyen változást vettél észre, amikor átmentél a grafikából a színes technikába? Mi volt ezzel kapcsolatban azért? Tehát arra gondolok, hogy egy ilyen felismerés volt, hogy nem is annyira más. Vagy lehet ilyenkor egy olyan felismerés, hogy mennyivel több eszköz, igen. Lehetőséggel. Igen. Ugyanez esetleg az anyagválasztás. Milyen anyagválasztás volt ekkor? Színes ceruza, vagy színes filctollak, vagy ekkor már átmentél a festékre is? Hát amit kaptam, színes filctoll volt, meg valami nem tudom, nyomdafesték, piros színű nyomdafesték. Egy ilyen körfésos bérházban laktunk, és úgy éreztem, hogy most oda kéne csapni. Nem a lakásban, hogy csapni. Hát kivittem a folyosóra, kicsit idegből is úgy oda csaptam a piros szint, de jól esett ez most nekem. És akkor így beszél egy absztrakt expresszionista egyébként. És akkor... Folytattad. Akkor onnantól kezdve a munkahelyen összeszedtem ilyen Riss-Rotz fadarabokat, ilyen posztdorjákat, de olyat, ami már töröttek voltak. Nekem ez rögtön tetszett, hogy törött. Tehát nem szabályos négyszög, hanem fele le van rohadva. Na, Tibi látta ezt először. És gyakorlatilag én elkezdtem azt csinálni, ez 8 éve volt. Elkezdtem ugyanazt csinálni, amit most csinálom. Hogy beleragaszgattam. Ezt a festéket először ilyen háztartási bombra vásároltam. És akkor úgy. Nem, az a jó, fogunk majd beszélni, hogy később jó a technikába is, de az a jó ebben, hogy ez nagyon sok mindent elbír, sokféle anyagot. Igen. Aztán az elmúlt egy éves időszakban, ez már a 3. kiállításod, hogyha jól számolom, hogy volt a Bura Károly galériában. Igen. Egy kiállításod, Csanya 60 címmel. Igen. Istenétesen sokáig utólag is. Köszönöm. Ott voltál. Igen. Aztán nem olyan régen az Artus stúdióban, ez mikor? Májusban volt, hogyha jól emlékszem, vagy valahogy így? Aha. Egy gyönyörű térben, ahol igazán tudtak érvényesülni a képeid. És akkor ez a 3. kiállításod. Szóval most egy nagyon... Volt a Várba is egy. Meg a Várba is, tényleg. Szóval egy nagyon-nagyon intenzív alkotói időszaknak a kellős közepén vagy. Hát most éppen le vagyok állva. És ülsz. De egyébként ez jellemző rám, hogy én vagy nagyon csinálom, vagy pedig teljesen leállok. Tehát vannak ilyen időszakok, amikor teljesen leállok.